Sziasztok! Újra itt vagyok egy előadás videóval, ahol a mai téma mindenki által rettegett vízvisszatartás lesz és súlyingadozás a diétában. Elsősorban azért gondoltam, hogy erről érdemes lenne egy videót csinálni, mert ez az egyik leginkább félreértett és rettegett téma a diétázási időszakban, főleg hölgyek körében, sajnos ezt kell, hogy mondjam, és igazából a saját magam és a többi edző munkát is szeretném ezzel megkönnyíteni, hogy elmagyarázom, hogyan is működik ez a rettegett vízvisszatartás a diétában, mert naponta 100-150 üzenet jön ezzel kapcsolatban a klienseimtől, és egyszerűen nem tudom ezt már kezelni, és mindenkinek egyenként elmagyarázni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy erről csinálok gyorsan egy 5 perces videót, és aztán csak ezt be fogom mindenkinek linkelni, és akkor végre megérti mindenki, hogy hogyan is működik ez. Az én szisztémám a diétázási időszakban az, hogy mindig, minden reggel nézzük a súlyunkat, és ez nem azért van, mert a zsírleadást azt naponta lehet követni, erről beszélek majd később, hanem ez azért van, mert a vízingadozást kell naponta követni, és ez azért fontos, mert tegyük fel azt a szenáriót, amit mindenki általában használ, hogy heti egyszer mérjük a súlyunkat, és akkor majd abból látni fogjuk, ugye, hogy hogyan csökken a súlyunk. És ez valóban így van, tehát egy hét szükséges minimum ahhoz, egyébként inkább kettő, hogy a valódi zsírvesztést lássuk a diétában. De mi van akkor, hogyha mondjuk tegyük fel minden pénteken ugye lemérjük a súlyunkat, és mondjuk csütörtök este egy picit sósabban étkeztünk, egy picit több szénhidrátot fogyasztottunk, és vagy hölgyeknél ugye az a bizonyos időszak van a hónapban, és akkor a súlyunk mindjárt 2 kilóval több is lesz, majd a súlyingadozás mértékéről mindjárt beszélek, akkor mit lát ebből az edző, és mit lát ebből az illető, aki diétázik, hogy hát ezen a pénteken 2 kilóval több vagyok, mint a múlt hét pénteken, hát akkor biztos rossz a diéta. És akkor mit reagál erre ugye az edző? Hát akkor vegyünk el a kalóriákból. Holott, ha minden nap néztük volna az illetőnek a súlyát, vagy ugye aki diétázik, minden nap nézni a súlyát és írná, akkor tudná az átlagot számolni a súlyvesztésnek, és akkor látná azt, hogy a súly valójában megy lefele, csak éppen abban a 3-4 napos periódusban visszafele ugye növekszik a súlyunk a vízvisszatartás miatt. Nézzük, mik lehetnek a vízvisszatartásnak az okai. Az első és legfontosabb az mindig a szénhidrátfogyasztás. A tipikus angolul fed dietnek, tehát az átverés diétáknak hívott diétázási módszerek tipikus trükkje az, hogy elveszik az étrendünkből a nagy mennyiségű szénhidrátot, ezen alapszik az Atkins diet, a keto diet, az összes ilyen diéta ezen alapszik, hiszen ezzel ragadják meg ezek az emberek a klienseket, hogy ugye elveszik a szénhidrátot az étrendjükből, és azonnal drasztikus súlyvesztés következik be. Ez nem zsírvesztés. Miért van ez? Ez azért van, mert 1 g szénhidrát, tehát 1 g glikogén tárolva az emberi izomzatban 3 g vizet képes megkötni. Tehát ha elveszünk az étrendünkből, mondjuk holnap ketódiétázni kezdünk, és szépen elveszünk a szénhidrátból 3-400 g szénhidrátot, amit eddig előző életünkben fogyasztottunk, akkor nagyon könnyen lehet, hogy egy hét alatt 4-5 kg-tól is megszabadulunk. Plusz ugye glikogén tárol a testünk májban, elektrolitokat fogunk veszíteni, ez további vízvesztéshez vezet, és a csoda diétás módszerünkkel akár egy hét alatt egy 5 kg-nyi testsúlytól is megszabadulhatunk, de ebből 1 gram sem zsír, hiszen ahhoz kalória deficit kellene, amit ugye nagyon nehéz elérni magas zsírtartalmú diétában, de ez nem számít, mert mire ezt realizáljuk, addigra már réges-régen kifizettünk ezeknek a gátlástalan embereknek egy rakás pénzt a hülye táplálékiegészítőkre, exogén keton undormányokra és más egyéb ilyen elektrolit és semmire való táplálékiegészítőkre, amiket csak azért kell fogyasztanunk, mert extrém mértékű víz és elektrolit vesztés lépett fel a hülye diétánk miatt, amire ugye nem lett volna szükség. De az illető mit lát a mérlegen, hogy csökken szépen lefele a súly? Persze ez nem testzsír, de egy átlagember nem elég izmos, és nem elég zsírmentes ahhoz, hogy ezeket a különbségeket észrevegye. Mire pedig már észrevesszük azt, hogy hát hoppá, mi valójában izmot veszítünk, és vizet, és görcsölünk, és gyengülünk, és fáradékonyak vagyunk, és a fogyás után is puha pegyhütt a testünk, addigra már lehet, hogy diétázunk fél éve, vagy egy éve, vagy két éve, és akkor már késő. Szóval nagyon fontos megérteni,
hogy a testzsír az soha sem ingadozik napról napra, ez mindig a víz. A testzsír vesztést a kalória deficit diktálja. 7000 kalóriányi energiát kell elégetnünk ahhoz, hogy 1 kilogramnyi testzsírt veszítsünk. Hogyha minden nap nagyon kemény diétában vagyunk, és mondjuk egy 500 kalóriás deficitben vagyunk, vagy egy 300 kalóriás deficitben az étrendünkből, amit még mondjuk megfejelünk egy 45-50 perces aktivitással, mondjuk kardióval naponta, és ezzel elérünk további elégetett kalóriákat, tehát egy 500 kalóriás deficitet elérünk naponta, akkor nem nehéz kiszámolni, hogy fél kilogramnyi testzsírt égethetünk el hetente. Fél kilogram. Tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hát én ennél jóval többet le tudok fogyni. Nem, nem tudsz. Ugyanis nem lehet hosszú távon ennél többet lefogyni, senki sem képes egy 1000 kalóriás napi deficitet fenntartani hosszú távon, ezt nem lehetséges megtenni, erre az emberi test nem alkalmas. Ha ezt megpróbáljuk megtenni, akkor drasztikus izomvesztés, erővesztés, anyagcserelassulás, BMR lassulás, csökkenés fog megtörténni. Ezekről az előző videókban már beszéltem, mi történik akkor, amikor egy ilyen drasztikus deficitbe lépünk be. Tehát ezt mindenképpen el kell kerülni. A drasztikus deficittel elért súlyvesztésnek nagy része továbbra sem testzsír lesz, hanem ugyanúgy glikogén, víz és izomzat. Tehát nagyon-nagyon fontos betartani azt, hogy maximum, és ez a maximum fél kilogramnyi testzsírt veszítsünk el hetente. Tehát így kell belőni a deficitet. És amikor azt látjátok, hogy a súlyotok napról napra ingadozik és változik, akkor annak rengeteg oka van, ugye ebből az egyik, az első, amit már megbeszéltünk, ez a szénhidrátbevitel változtatása. Alacsonyabb szénhidráton mindig jóval több vizet fogunk veszíteni. Drasztikusabb lesz a súlyvesztés, ez nem jelent drasztikusabb zsírvesztést. A szénhidrátbevitelnek az ég egy adta világon semmi köze sincsen ahhoz, milyen gyorsan veszítünk testzsírt. Ez csak is kizárólag kalória deficit kérdése. A súlyingadozás a szénhidráton kívül lehetséges még a sóbevitel miatt, ugyanis a só is vizet köt meg az emberi testben. Ez nem azt jelenti, hangsúlyozom, nem azt jelenti, hogy bármilyen formában is korlátozni kell a sóbevitelünket, sőt, emelni kell a sóbevitelünket, ha lehetséges diétában. Természetesen, akinek magas vérnyomása van, és ez gyógyszeresen van kezelve, az az orvosával konzultáljon, ez nem egy orvosi műsor, de az egészséges emberek számára rettenetesen fontos a nagy mennyiségű sóbevitel. A legalapvetőbb elektrolitról van szó az emberi szervezetben, rettenetesen fontos, nehogy bárkinek is eszébe jusson az, hogy a fokozottabb test súlyvesztés miatt esetleg korlátozza a sóbevitelét, plusz sót kell minden ételre rakni a diétában, legyen az ételeknek íze, nem akarunk görcsölni az edzőteremben, nem akarunk izomgörcsöket, az izomkontrakció alapja a megfelelő elektrolit háztartás, és annak pedig az alapja az, sózzuk az ételeinket. A harmadik tényező, főleg hölgyek ugye esetében, ugye, az a bizonyos időszak a hónapban, ahol minden hölgy tudja azt, minden nő tudja azt, hogy 2-3 kg-ot is ingadozhat a testsúlya. Nem értem, hogy ezt miért kell minden áldott hónapban mindenkivel megbeszélni. Nem tapasztaltátok még ki az elmúlt 20-30-40 évben a súlyotok? Változik. A súlyotok kalóriadeficitben is fel fog menni 3-4 kilót. Ez elkerülhetetlen, ezzel semmi probléma nincsen. Ez nem azt jelenti, hogy a diéta nem működik, ez nem azt jelenti, hogy ez a diéta, ami múlt héten még deficit volt, az most hirtelen már nem deficit, és híztatok 5 kg-ot. 7000 kalória, elégetett kalória szükséges ahhoz, hogy 1 kg-nyi testzsírt leadjunk. Bármennyire is hihetetlen, ez azt jelenti, hogy 7000 extra kalória szükséges ahhoz, hogy 1 kg-nyi testzsírt felszedjünk. Ezt nem lehet megtenni 1, 2, 3, 4, 5 nap alatt. Tudom, most mindenki azt fogja mondani, hogy hát 1000 kalóriával sokkal könnyebb túl lenni magunkat, mint alul lenni, hiszen egy 1000 kalóriás deficit az egy brutális éhezés, miközben szinte mindenki képes arra, hogy a napi szinten tartó kalória bevitelén fölül 1000 kalóriát megegyen, ez egy doboz jégkrém, ilyen egyszerű. Ez valóban így van. De azért az emberi anyagcsere az nem úgy működik ám, hogy,
hogy nem tisztán matematika a dolog. Tehát, hogyha elkezdenénk drasztikusan emelni a kalóriabevitelünket, az nem úgy van ám, hogy a végtelenségig hízunk, hanem az emberi test ehhez adaptálódik, mint ahogy a másik irányba is ez történik. Tehát, ha elveszünk 500 kalóriát az étkezésünkből, akkor elindul a testsúlyunk lefele, de mindenki tudja, aki már valaha diétázott, hogy ez meg fog állni egy idő után, hiszen a test adaptálódik. Ez nem úgy működik, hogy egy 500 kalóriás deficitet, ha tartunk 2 évig, akkor a végén éhen halunk. Tehát nem. Az 500 kalóriás deficit által elért kalóriabevitelünk egy idő után szinten tartó kalóriabevitel lesz. Ugyanez igaz a másik irányba, hogy hozzáteszünk 1000 kalóriát az étrendünkhöz, mert hízni akarunk, akkor egy idő után a test ehhez adaptálódni fog, és ez az 1000 kalória extra bevitel egy idő után a szinten tartó kalóriabevitelünk lesz, tehát a súlynövekedésünk meg fog állni. Nem lehetséges, nem lehetséges testzsírt felszedni egyik napról a másikra, sőt, egyik hétről a másikra sem lehet, sőt, egyik hónapról a másikra sem olyan könnyű, hogy az a mérlegen kilókban mutatkozzon. Az, amikor hirtelen megugrik a súlyunk, az mindig glikogén, vagy extra víz, a sóbevitel miatt, az extra folyadékbevitel miatt, és a következő tényező az extra rostbevitel. Bármennyire is furcsa, ha mondjuk lefekvés előtt megesztek egy hatalmas nagy tál salátát, ami tele van rostokkal, ami egy balasztanyag a gyomorban, ez megül a belegben, és ez vizet fog odavonzani, ez is vizet köt meg a béltraktusban. Egy 1000 kalóriás pizza vacsora után felkeltek reggel, és nem lesztek nehezebbek. Egy 1000 kalóriás hatalmas saláta és gyümölcs vacsora után sokkal nehezebbek lesztek a következő reggel. A rost tartalom miatt, és pusztán az étel súlya miatt. Hogyha lefekvés előtt megisztok egy liter vizet, akkor reggelre nehezebbek lesztek, mintha csak fél liter vizet ittatok volna meg. Ez ilyen egyszerű. És akkor szeretnék arra kitérni, hogy mi történik akkor, amikor elkezdünk ugye diétázni, és hát az első héten hirtelen megindul a súlyunk lefele. Ez szintén azért van, mert az azt megelőző magas, általában magas szénhidrát bevitelünket a diéta miatt egy moderált szénhidrát bevitelre váltottuk fel, vagy akár egy csökkentett szénhidrát bevitelre, ami egyébként abszolút nem szükséges, de tudom, hogy nagyon sokan ezt csinálják, és ezáltal már is óriási mértékben megindul a súlyunk lefele, ami utána természetesen megáll. Ez nem azt jelenti, hogy a zsírvesztésünk állt meg, hanem ez azt jelenti, hogy a szervezetünk vízháztartása beáll a normális állapotba. Ez nem azt jelenti, hogy egy-két hét diétázás után egyből változtatni kell az étrenden, hogyha a súlyvesztés sebessége lelassul. Nem. Ez azt jelenti, hogy a diéta első hetében, vagy akár az első 2-3 hetében hirtelen egy dehidratáltabb állapotba kerül a test, amit utána szépen kompenzálni fog, és az lesz a normális vízháztartás az emberi test számára. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a zsír megindul lefele, majd aztán visszajön. Nem. Ez nem így működik. Egy másik dolog, amit nagyon-nagyon fontos megérteni, és szintén ebben nem megyek bele részletesen, az úgy néz ki, hogy az emberi test zsírsejtjeinek a száma a születéskor elrendeltetett. Ezen nem tudunk változtatni. Tehát az, amikor valaki elér egy relatíve zsírmentes fizikumot, vagy ugyanezt a fizikumot látjuk mondjuk szezonon kívül 30 kg-nyi felesleggel, ugyanannyi zsírsejtünk van. A zsírsejtek mérete az, ami csökken. Na most azt azért tudni kell, hogy a sejtet valami ki fogja tölteni, a sejt nem tűnik el. Amikor a zsír elég a sejtből, akkor a helyére mindig víz áramlik, hiszen valaminek ki kell tölteni ezt a sejtet. Tudom, hogy aki most orvos, vagy mikrobiológus, vagy komolyabb biológiai végzettsége van, az most ezen a magyarázaton fogja a fejét. Én is tudom, hogy ez nem így működik szó szerint, de mégis egy átlagember számára így tudom ezt leírni, hogy ezt így kell elképzelni. Elégetjük a zsírt a sejtből, és ennek a helyére víz fog áramlani, hiszen valami továbbra is ki kell, hogy töltse ezt a sejtet. És majd szépen idővel az emberi test ehhez alkalmazkodva szépen ezt a vizet majd elengedi. Majd megválik ettől az extra víztől. És akkor látható a tényleges, valódi súlyvesztésünk. Tehát a diétában a változtatásokat nem hétről hétre kell beiktatni. Az, hogy én hetente kérek update-et mindenkitől, az nem azt jelenti, hogy minden héten fogom változtatni az étrendet. Lehet, hogy a súlyunk nem változik 2-3 hétig, de ez nem azt jelenti,
hogy a te zsírunk nem változik 2-3 hetente. Attól még, hogy a súlyunk fix, ez nem jelenti azt, hogy nem adunk le zsírt, hiszen, ahogy mondtam, a zsír helyére víz is áramlik, plusz lehet, hogy hirtelen a diétánk miatt elkezdtük jobban sózni az ételeinket, hiszen jobban vágyunk az ízekre, további vízvisszatartáshoz vezet, lehet, hogy egy párszor, egy héten megcsúszunk, és egy kicsit több szénhidrátot viszünk be, még akkor is, hogyha a kalóriákat mindig tartjuk, és ez a legfontosabb, akkor is az extra szénhidrát mindig extra vizet fog megkötni, ezt kombináljuk az extra sóbevitellel, és van még egy tényező, ami mindenki elfeledkezik, az edzés. Hiszen az edzés is befolyással van az eddigi tárgyalt dolgokra, tehát igazából elmegyünk és megcsinálunk egy kőkemény lábedzést, vagy egy hátedzést, és ezután a test kompenzációval szépen ezeket a megedzett izomcsoportokat feltöltik glikogénnel, az is további vizet fog megkötni, plusz a glikogén is, ugye plusz súly. Tehát simán előfordulhat az, hogy egy lábedzés után mondjuk aznap sokkal kisebb a testsúlyunk, hiszen elégettünk glikogént és ugye vizet vesztettünk az edzés során izzadással, majd utána szépen másnap a testünk elkezdi a szénhidrátokat visszatárolni az izomzatba, és ezáltal a vizet pluszban és a sót is. És igazából akkor azt láthatjuk, hogy passzus lábedzés másnapján másfél kilóval többek vagyunk. Nem híztunk másfél kilót egyik napról a másikra, kötve hiszem, hogy sikerült 17 000 kalóriát elfogyasztani, hopp, tök véletlenül vacsorára. Ez nem történhet meg. Főleg, hölgyeim, kérem mindenkit, fejezzük be az aggódást a naponta változó testsúly miatt. A testzsír nem változik naponta, a testzsír hetente változik, és attól még, hogy a mérleg nem mutatja azt a folyamatos, drasztikus lefelé ereszkedést, az nem azt jelenti, hogy a diéta nem működik, az nem azt jelenti, hogy mi nem vagyunk kalória deficitben. A diétának időt kell adni, a kalória deficitnek időt kell adni, és igazából nagyon fontos, mint mindig mindenben, a türelem. Az, hogy a diéta működik-e vagy sem, az valóban a mérlegen látszik, és látszania is kell, de nem napról napra, sőt, bizony előfordulhat az is, hogy nem hétről hétre. Úgyhogy mindenkit kérek, mérjétek magatokat minden nap, írjátok le a súlyotokat minden nap, de az átlag értéket vegyétek mindig a méréseknek, adjátok össze az összes súlyt, amit egy hét alatt lemértek, és vegyétek ennek az átlagát, és az a fontos, hogy ez az átlag csökkenjen két hetente, nem pedig a naponta lemért súly. Ez lesz a mai videónak a vége. Remélem valamit azért ebből is tanultatok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!